2022-ben is várja online vetélkedőjével az olvasókat a József Attila Városi Takkönyvtár. A Fel a Netre öregem nevű program több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, és nagy népszerűségnek örvend a célközönség körében. A tudáspróba küldetése eredetileg az volt, hogy a számítógépes tanfolyamokon megszerzett tudást a szépkorúak a gyakorlatban is kamatoztassák. Ezt elérték, ami folytatásra ösztönözte az ötletgazdákat. Ezért tették közzé már az első idei tematikus feladatlapot is. Meghirdettük a könyvtáron online felületelein, itt a könyvtárban is. Tehát bárki, akinek kedve van játszani, egy kicsit kutakodni a neten, bárki jelentkezhet hozzánk. Szívesen látjuk, nem kell szó a saját nevével versenyezhet, e kell minden hónap tizedikéig beküldeni a feladatlapokat, de nem veszük ezt olyan szigorúan, tehát aki megcsúszik, az beküldheti később is. A lényeg, hogy december tizedikéig legyen itt. És csak annyi a dolga ott, hol kényelmesen karosszékben, a saját tempójában, ha minden nap csak egy kérdést válaszol meg, akkor is gyakorlatilag a hónap végére a tíz kérdést, ami hát nem is tíz, hanem igaziból harminc, mert tízszer három, azt kell megválaszolni. Szekeresné Farkas Matild elmondta még, a jelentkezők között vannak, akik évek óta játszanak velük. Nekik hónapról hónapra élményt és tartalmas időtöltést kínál a közös munka. 2017-től vagyok rendszeresen tagja ennek a csapatnak. Előtte csak úgy bele, -bele néztem, aztán elvégeztem egy tanfolyamot, hogy mégis ne csak kalézoljak a számítógépen, és azóta csinálom. Nagyon érdekes feladatokat ad tilduska, megmozgatja az agyunkat, és ami nagyon érdekes, hogy hiába tudja az ember, mert mondjuk történelemből van, vagy magyarból otthon van, Muszáj megkeresni a gépen, hogy hol találom meg a világhálón, és ez arra kényszeríti az embert, hogy gyakoroljon, hogy ügyesebb legyen. A könyvtárosok feladványait minden hónapban lehet keresni, a feladatlapokat pedig érdemes megfejteni és beküldeni a megadott e-mail címre. Az összes helyes megfejtést eljuttatók ugyanis decemberben egyebek mellett könyvjutalomban részesülhetnek.